Hogyan tápláljuk a, a kistestű kutyát? Ez egy viszonylag könnyen megválaszolható kérdés, mert ez a kategória, tehát ez az 1-től mondjuk 15 kilós kategória, amit általában mini vagy kistestű kategóriának szoktunk hívni, ezek kevésbé érzékenyek a, a táplálkozásra, mint a, a nagyobb testvéreik. Ami viszont javasolható, hogy naponta, meghatározott időben, ha lehet két alkalommal, mindig azonos időben etessük. Ha ezt jól megszokja a kutyát, akkor az emésztése is beáll erre a 12 órás ciklusra, és ez kifejezetten előnyös. Érdemes megfontolni, hogy állandóan egy helyen, egy kijelölt helyen etessük a, az állatokat. Ha több kutyát is tartunk egy lakásban, mondjuk, akkor ügyeljünk arra, hogy minden kutyának meglegyen a maga kis helye, pozíciója és maga kis területe, ahol az etetés zajlik. Ne etessük asztalnál. Amikor mi eszünk, akkor a kutyának az asztalhoz nincs igazán köze. Ne legyen a lábunk mellett, és ne csúsztassunk kisebb falatokat etetés közben. Ez nem, nem egy előnyös dolog. Hogyha két etetés között. Valamilyen jutalomfalatot adunk a kutyának, ez csak abban az esetben indokolható, ha valóban teljesítmény áll mögötte. Tehát, ha valamit jutalmazni akarunk, egy, egy tanulási folyamatra gondolok, akkor ennek helye van természetesen, de csupán nasi adása, kis nasolások biztosítása a kétetetés között semmiképpen nem vezet jóra. Az is fontos, hogy, hogy a kutyát általánosságban úgy etessük, hogy az a test tömegnek megfelelő mennyiség legyen, és ennek a mennyisége és a minősége az nagyban függ attól például, hogy milyen időszakot élünk, téli inaktív, vagy pedig nyáron nagyon aktív időszakot élünk, hogy van-e valamilyen a. a az életciklusukban van-e valami különbség, esetleg a vemhesség, szoptatás egy más etetést hívhat elő, vagy követel meg. Vannak elhízásra hajlamos fajták, és ezeknél, a, ezeknél az etetésnél az összenergia tartalomra mindenképp érdemes odafigyelni, és természetesen a mozgatásra is. Ha mind a két véglet túl van hangsúlyozva, akkor egy nagyon sovány vagy egy nagyon elhízott kutyát is létre tudunk hozni, ami nagyon, nagyon előnytelen. Az, az tápláléknak az energia, az összenergia tartalma a mozgástól is függ. Tehát nem csak a Éli időszakban az inaktivitásra gondolok, amikor kisebbeket sétálunk magunk is, hanem, hanem az általános mozgás igény és a mozgás időtartama az megbefog, befolyásolni fogja az összenergia tartalmát az ételnek. Vannak egyes fajták, amelyek különösen érzékenyek bizonyos étel alap, alapanyagokra, és étel összetétel alapanyagokra, a Westalian terrier szeretném itt kiemelni. Ez egy fehér kutya, hiszen a nevében is ez benne van. Ennek csak fehér változata ismert. Ezen a fajtánál például az eleség allergia és az eleség intolerancia együtt is, és külön-külön is igen gyakran meg, meg, meg tud jelenni. A kistestű kategóriában nagyon fontos a bőr és a szőr állapota. Miért? Azért, mert a, filigrán, vékony, kis testű, kis testű voltuknál fogva, a kihűlésre kivezetten hajlamosak. Tehát ha ez a fajta nem rendelkezik normális szőrzettel, mert kihullott, mert, mert valamilyen bőrbetegsége van, stb., akkor hajlamosak a megfázásra esetleg egyéb komolyabb tüneteket is tud ez okozni. Érzékenyek ennek következtében a telítetlen zsírsavak hiányára és egyéb tápanyagok hiányára, mint a cink, a réz, esetleg a kis A-vitamin, mérsékelt A-vitamin. Az egészséges kültakaró elérése, tehát itt ebben a, ebben a kutya fajta körben nagyon-nagyon fontos. Ha tompafényű szőrt látunk, zsíros tapintásúnak látjuk a szőrzetét az állatnak, korpázik, vagy vagy foltokban, vagy, vagy szimmetikusan akár szőrhullást tapasztalunk, mindenképpen forduljunk állatorvoshoz. A bélsár minősége árókodik általában a táp minőségéről és az emésztés állapotáról is. Figyeljük ennek következtében a, a bélsárát az állatnak, hogyha ö, azt ö, Látjuk, hogy jelentősen és tartósan megváltozik az állaga, vagy az ürítésnek a, a gyakorisága jelentősen eltér a normálistól, szintén forduljunk állatoroshoz.